A pályát övező kerítésnek a legtöbb helyen már csak a nyoma látszik. A futballkapuk is hiányoznak. Mint azt az Egri Városi Sportiskola igazgatója Kovács Géza elmondta, július 4-én hétfőn átadják a területet a kivitelezőnek. A kispadok és a reklámtámlák a felsővárosi sporttelepre kerülnek. Martonné Adler, Ildikó alpolgármester kiemelte, a szabványméretű rekordtámpálya kialakítását világítással együtt teljes egészében a Magyar Atlétikai Szövetség finanszírozza, ami 250 millió forint. Ezt megelőzően a center pályát is felújítják a Magyar Labdarúgó Szövetség 110 millió forintos támogatásával. Az MLS-től eredetileg elnyert pályázat a felsővárosban kialakítandó füves pályára szólt. Ezért a Magyar Labdarúgó Szövetségtől azt kértük, hogy a nyertes pályázatunkat átcsoportosíthassuk ide a Szent Marjaiba. Ennek eredményeképpen kezdődik meg most a napokban az MLS-es beruházás, amihez az önerőt egyébként a város biztosítja. Természetesen nem kell a center pályához a teljes összeget felhasználnunk, tartalékba helyeztük az önerőt. Elhangzott, ezzel együtt a város ismét elnyerte egy nagy műfüves pálya kialakításának a lehetőségét az MLS-től a felsővárosi sporttelepen, ami november végére meg is valósulhat. A stadion melletti régi salakos pálya helyén egy füves tréningpályát alakítanak ki, amit a labdarúgók és az atléták is használhatnak. Az alácsövezett fűthető centerpálya kialakítása után készül el a zöld borítású rekordtán futópálya, a célegyenesben 8, egyébként pedig 6 pályával. A futópálya világítását 200 luxra tervezik, a futballpálya egyelőre csak edzéshez használatos 75 luxos világítást kap, ami később bővíthető. A szabálytalan pálya kialakítás miatt is változik a futóív, de nem csak ezért kell kivágni a pályát övező fenyő és nyárfákat. Ezek a fenyőfák gyantásak a levelei, és a rásik a rekordtámpájára, akkor az beleragad, és nem lehet normálisan használni, illetve befújja a szél ezt a gyantás részt a vízevezetőkbe, eltömít, és nem fogja a vizet elvezetni. Ez az egyik probléma. Hátul a nyárfák, hát mindenki tudja, hogy olyan a virágzata, hogy majdnem, hogy egészségtelen az emberek számára, tehát azt mindenképpen ki kell vágni, illetve a pályát, ha belepi, akkor megint csak eltömítés lesz a vízevezetésnél. A tervek szerint így jövőre akár nemzetközi utánpótlás atlétikai viadaloknak, országos bajnokságoknak is helyet adhatna a Szent Marjai Tiborvárosi Stadion. A beruházás befejezési határideje november 30-a.